Mesternének, ha csatlakoznának. Sziasztok, fiúk, lányok! A mai videóban újra visszatértem, mi meglepő. Vicces, mert a tegnapi videóban arról beszéltem, hogy felzárkóztam a klónok háborújával a 11. részig, és a mai napon kiderült, amikor én ezt felveszem, hogy igazából még nem néztem meg a 11. részt, már leszettem, elkezdtem nézni 9. rész, 10. rész, aztán szólt a párom, hogy vigyem le a szemetet. Levittem, visszajöttem, megnéztem a 10. részt, és így mondom, fú, klassz, végre, és így annyira, szerintem elkezdtem rajta gondolkodni valahogy, hogy majd csinálok videót, aztán le is jöttem videózni, és így ma egyébként, amikor ezt a videót csinálom, vasárnap van, bocsánat, ma, amikor csinálom ezt a videót, szombat van, megvilágosodtam, hogy hát még nem néztem meg a 11. részt. Többek között abból jöttem rá, amikor Rixonnak rámentem a kibeszélő videójára, és akkor már kijött az új rész. Ja nem, te barom, még nem nézted meg. Na mindegy. Úgyhogy egyébként, mivel hát kicsit le vagyok maradva a 7. évaddal kapcsolatos videók készítésében, arra gondoltam, hogy csinálnék most nektek egy ilyen kibeszélő videót, amiben végigmennék a 7. évad eddigi történésein, és igazából ehhez fűznék valamiféle kis kommentárt. Szóval, mi történt eddig a 7. évadban? A Mandalore ostroma előtt volt két sztori árkunk, az egyik a Bad Batch története volt. Gyakorlatilag ebben nem kaptunk új dolgot, igazából csak a látvány volt az, meg volt egy-két változtatás benne, mint a 7. évadban elég sok helyen most hozzá kell, hogy szokjunk, hogy van. Na mindegy, ez egy más történet. Szóval a Bad Batch story arcot eredetileg már az Unfinished Episodes-ban megkaptuk, a Clone Wars Legacy része. A Clone Wars Legacy része... Ez egy nyelvtörő. A Clone Wars Legacy részeként gyakorlatilag megismerhetjük benne a 99-es klónkommandós egységet, és megtudjuk, hogy Echo él, és végül is ő úgyis éli túl a háborút, ha túl éli, habár nem nagyon tudjuk meg még szerintem, hogy mi lesz vele, hogy ő a Bad Batch-hez csapódik. Kicsit nekem ott azért az sántított, hogy, vagyis hát ilyen rejtélyessé tette a dolgot, hogy a Bad Batch kapcsán, amikor megkérdezték tőlük, hogy kitől kapják a parancsot, akkor nem tudták megmondani, tehát hogy így azért ez nem annyira reális szerintem. Vagy valami kódolt csatornán kapják üzenetet, na mindegy. Oké, és egyébként a második sztori árkunk az az Ahsoka's Walkabout-nak egy igazából egy ilyen része volt, mert azért lenne még Ahsoka-nak olyan része, amikor eljut a Jedi templom, egy tervben volt egy olyan sztori is Ahsokához, hogy elmegy a Jedi templom alatti katakombákhoz, ahol rábukkan a Sith nagyúrra, mert egyébként a Tarkin regényből megtudtuk, hogy azért is pályázott nagyon Sidious a Jedi templomra, mert alatta van egy ősi Sith templom is, vagyis hát ilyen nem is igazi Sith templom, hanem egy ilyen szentélyszerűség, mert ilyen óriási sötét erő forrás van ott. Ennyi. Na mindegy, és Ahsoka is összefut itt a katakombákban Sidious-szal, és ez végül is nem lett benne a 7. évadban, szóval ez ebben a formában, hogy így végig gondoltam, ez full nem kánon. Tehát, hogy ez csak egy terv lett volna, ami nem valósult meg. Aztán lehet, hogy ide később még befér egy regény, amit aztán vagy figyelembe vesznek, vagy nem. Jó, tudom, oké, most kicsit negatív vagyok ezzel kapcsolatban. Az előző kék-zöld fénykardos videómmal kapcsolatban, hogyha azt láttatok, akkor értitek. Lépjünk túl rajta. Szóval, felírtam magamnak pár dolgot. Igen, szóval Ahsoka összefut azzal a sráccal, vagy csajjal, igazából eredetileg srác volt, Nix, vagy Nyx-nek hívták volna, és belőle csináltak egy csajt, Trace-t. És akkor velük lesz egy kalandja, ami kapcsán eljut a Pike szindikátushoz, és akkor itt volt egy érdekesség, hogy akkor most a Pike szindikátus Mollal van, vagy nincs, hiszen elméletileg ez történet szempontjából a Datomir fia után játszódik, és a Datomir fia végén a Pike szindikátus ott hagyja Mollt, és ráadásul közben még van egy olyan sztori a Sötét Tanítványban, amikor Quinlan Voss és Ventress közösen teljesít egy küldetést, amiben a Pike-ok a Fekete Nappal összetűzésben vannak. Igazából véleményem szerint ez valahogy úgy lehetett, hogy Datomir fia
ott hagyja Mault a Fekete Nap meg a Pike szindikátus, aztán a Sötét Tanítványnak az a része, amikor összetűzésben van a Pike szindikátus és a Fekete Nap, és utána ez a rész, az Ahsoka's Walkabout-os rész, amikor már megint Maul-lal vannak. A Mandalore ostromában is kapunk erre utalást, amikor Maul hologramon keresztül beszél a Fekete Nappal, a Pike szindikátussal, és egyébként jobb oldalt Dryden Voss-szal, aki ugye a Vörös Hajnalnak a vezetője már ebben az időben is. Ez tök érdekes és tök jó, szerintem nagyon jó kapcsolódás a Szólóhoz. Jó. Nagyon tetszett nekem még az a része, hogy Ahsoka elhagyja a Coruscantot, és az erőn keresztül valami olyasféle kapcsolat jön létre közte és Anakin között, mint Vader és Luke között az ötödik részben. Ja, szóval ez nagyon klassz volt szerintem. Egyébként még azt is hozzátenném, hogy időrendben így a Bad Batch is valójában az Ahsoka's négy rész után kell, hogy játszódjon, hiszen ugye a harmadik részben, amikor Anakin visszatér a Coruscantra, akkor mondja is Padmé-nak, hogy nem tudja, hogy mikor tért volna vissza a peremvidékről, hogyha nem rabolják el a kancellárt, és ugye ebben a jelenetben a Coruscanton van, de az a Bad Batch sztoriárban meg már a peremvidéken. Tehát igazából valószínűleg úgy volt, hogy az Ahsoka's Walkabout-ban látjuk, ahogy még a Coruscanton van, Anakin valószínűleg épp akkor indul a peremvidékre, aztán már a peremvidéken van a Bad Batch sztoriban, aztán a Mandalore ostroma idején még mindig a peremvidéken van, de ekkor hirtelen, amikor ugye mennének Mandalorra, akkor elrabolják a kancellárt, és mennek vissza a magvilágokra. Jó, szerintem ezt is kibeszéltük. Érdekes eltérés volt még, vagyis hát ilyen megoldás, így hirtelen a bosszúállók kapcsán az jutott eszembe, hogy gyebb vagy a bossz. Szóval a Végtelen Háborúk trélerében ott volt Hulk, míg a Végtelen Háborúkban magában nem szerepelt Hulk, tehát igazából csak a trailer kedvéért volt ott. És ugye érdekes, hogy a hetedik évad trélerénél, amikor ugye Anakin bejön, hogy na Rex, miért kellett visszajönnünk egészen eddig, és akkor itt a trailerben Rex van, de a magában a sorozatban pedig már Yularen admirális hívja őket vissza. Szerintem ez is egy tök jó érdekesség volt itt. Ilyen kis változtatás. Meg hát az a kurva fénykard, az a kék. Minek kellett? Nem tudom túltenni magam rajta, hogy miért kellett kék fénykard? Miért nem lehetett zöld? Ott van egy könyv, le van írva, hogy zöld színű a fénykard. Miért kellett kékké változtatni? Ráadásul a szokának alapból zöld fénykardjai voltak, ugye az egyik fénykardja zöld volt, a bosója, az a rövidebb fénykardja, az meg ilyen zöldes sárga, és hogy Anakin is mondja neki, hogy vigyáztam rájuk, tehát azok az ő fénykardjai, és kinyitja őket, vagy bekapcsolja őket, és kék. Lehet, hogy hamarosan fogunk kapni infókat, hogy a kánonba is lehet változtatni a fénykardoknak a színét. Szóval, ja, és még érdekes volt, amit így meg akartam jegyezni, hogy ugye Rex a Rebelsben azt mondja, hogy én nem fordultam a Jedi ellen, ugye amikor mutatja is, hogy neki hiányzik neki kivették a csipet, és itt meg azért, hát mégis a Ahsoka ellen fordul. Jó, oké, jelez neki, hogy mégse. Na, jelez neki, hogy keresse meg Fives-nak a üzenetét, vagyis hát így, amit Fives elért végül is. Na, az inhibitor csipet. És hát ja, szóval ezt így vehetjük annak, hogy hát így végül is végső soron mégse, illetve a Trixonnak tetszett még ez a gondolata, hogy hát senki se haragudna azért, hogyha valaki az ilyet le akarná tagadni, és hogy Rex is valószínűleg lehet, hogy letagadja. Lehet. Amúgy ja, igazából az is egy érdekes tényező lehetne, hogyha mondjuk a későbbi történésekben, hogyha elhangzik valami, elmondanak valamit, hogy az illető mondjuk hazudik. Ahsokának meg a regényben képzelgései vannak, azért zöld a fénykardja. Jó, szóval, ja,
A 11. rész valami hátborzongató volt. A 10. rész is elég bedesz volt szerintem. Maga ez a Maul Ahsoka párbaj, az a vég, az a feszült figyelem. Na mármint, hogy izgalmas volt, de ez a feszülten ülök és úgy nézem, úristen, most mi fog történni? Ez a 11. részben volt nekem meg, de nagyon. Mert ugye végsősorban tudjuk, hogy mi lesz. Ahsoka túléli, Rex is túléli. Igazából nem kéne, hogy nagy izgalom legyen, és mégis valahogy sikerült úgy megcsinálni, hogy izguljak a szereplőkért. Szóval szerintem nagyon jó lett ez az utolsó story arc. Az meg külön ilyen érdekesség, ilyen tényleg easter egg, hogy ugye a Lucasfilm logó az nem a megszokott, hanem ilyen zöld. És akkor hát ugye azért, mert az első Lucasfilmes filmeknél ezt a fajta logót, ez nem is logó igazából, csak egy adott betűstílusra kiírják, hogy Lucasfilm Limited. Meg ugye volt ennek egy másik verziója, hogy Per Coppola Studio, vagy Limited, vagy valami ilyesmi. Na mindegy. Szóval ez is érdekes volt szerintem. Szóval nagyon várom, hogy kijön a story arc, és egyben a sorozat utolsó záró epizódja. Az biztos, hogy nagyot fog ütni, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy kicsit sokat panaszkodom ezzel az egésszel kapcsolatban, de azt tudjátok, hogy én nagyon szeretem a Star Wars-t, és ezt is. Tehát a 7. évad is szerintem fantasztikus lett. Tényleg, jó. Ja, és még egyébként Rixonnal beszélgettem hosszan, például nézzétek meg az előző videónak a kommentjét, ott pár kommentet azért írtunk, hogy ő azért inkább azon az oldalon van, hogy hát igenis, na, hogy ez egy apróság, ez az Ahsokás fénykardos történet. Én meg azért, hát mégis azért szépen idéztem Dave Filonitól, hogy ő már pedig az Új hajnalnak a regény verziójában, az előszóban ő maga mondta azt, hogy ez egy kánon univerzum, egy univerzumban játszódnak a könyvek, képregények, videójátékok, filmek, minden. És ez ő úgy érzem, hogy nem akarja tartani magát most, és ez engem zavaró. Viszont Rickson mondott egy olyat utána nekem privát beszélgetésben, hogy hát azért mégiscsak a Ahsoka, meg Rex, meg maga a Clone Wars azért Filoninak a gyermeke, úgymond. Tehát hadd ne kelljen már neki igazodni E.K. Johnstonhoz, hogy ő mit írt meg, miközben ez az egész az övé. És ebben végül is valamilyen szinten igazat kellett, hogy adjak. Most én se örülném, te, vagy bárki, gondold végig, most kitalálsz valamit, aztán más is hozzátesz valamit, de aztán te fejezheted be, hát akkor, na érted. Valamilyen szinten el tudom fogadni, ez a lényeg. Jó, szerintem ez a videó már így is kicsit hosszabbra nyúlt, mint terveztem. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna már, de mielőtt elmennél, még írd le kommentben, hogy te mit gondolsz erről az egészről. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna a Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!